Idős Sportegyesület hajtója, Magyar Zoltán köszönti a versenybíróságot és a tisztelt közönséget. Pálya kész, fogad starthoz. A pályán tehát Magyar Zoltán, Somogy megye hajtója, Magyar Milán segédhajtójával Marcalik településről érkeztek. A fogadban Madár és Dino, Madár egy fekete Nonius Main, míg Dino egy szürke magyar félvér terén. A versenyző egy egyedi saraván típusú kocsiban versenyez, lovain egy könnyű magyar hám látható. A fogad fenntartója Magyar Zoltán és családja. Felkészül Levics István, Kotolák Tamás, Kis Szilárd, Kis Sándor és Király Imre. Magyar Zoltán 192,24 alapidőn belül, verőhiba nélkül, és a versenybíróság figyelmezteti a hajtót a mostor használatára, itt főleg a végén. Pályára kedves nézőket és a versenybíróságot. Segédhajtóként Magyar Milánt üdvözölhetjük. Pálya kész, fogad starthoz. Magyar Zoltán a Somogy megyei csapat tagja, fogatában egy fekete Nonius Main madár és egy szürke magyar félvér herért Dino látható egy egyedi saroban típusú kocsiba, könnyű magyar hámba fogatóval láthatjuk a lovakat. A fogat fenntartója és támogatója Magyar Zoltán és családja. Pályán tehát Magyar Zoltán, felkészül Nagy János, Horváth Rajmund, Németh Béla, Gerőj Tibor, Semjén Attila és Fehér Ádám. Közben engedjék meg, hogy megköszönjem támogatóinknak a segítséget. Köszönjük
Zaralövő önkormányzatának, valamint a Zaralövő és környéke Lovasport Egyesület tagjainak a segítséget a Babati Húsfeldolgozó Kft-nek, a Híd ZRT, Szabadíj ZRT, Közgép ZRT, Szalaika Feldolgozó, a Manül Kft, az Uni Vadászat és Kereskedelmi Kft, Molnár János úr Lukácsházáról, a Decathlon Sportáruház, a Lavinamix Kft, Gyál, Marsó Gumi Szerviz Szombathely, Újpalini Hús, Pék Gazdabolt Babot, DH Akla, Göcsei Nyomta, Gyöngy Kosárvirágbolt, Gyarmati László, Kocsis Zoltán, Joker M70 Autóhof Kft, MT Autósbolt Zalaegerszeg, a Zalaiska, Mezőfi Zoltán Zalaegerszeg, Zalakó ZRT, Kanizsa Pékség, Sebo Műszaki Szaküzlet, Sextant Technologies Budapest, a Gáfó Jősz Kft, Parti Kertészet Szombathely, Borostyán Vadász Társaság, Lacó István, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Gerői Tibor Gencsapátiból, Kovács Erika Fazekas, Kovács Miklós és családja, a Bozóka Mix Kft, Török István, Lacó Zoltán és családja, Szabó Zoltán, Szabó László és családja, Tóth Imre, Kerecse Hagyományőrző Egyesület, a Gold Security Kft, az Alrönk Bt, Kuszler Lajos, Soll Kényelmes Cipőkboltja Szombathely, Varga László Viszákról, Salla Büfé Kósik Miklósné, Radányi György Szombathely, Levics István, Kocsisné Levics Éva, Elixir Patika Szombathely, Sonkutas Péter Budapest, Radányi Viktória, Szombathely, Vikit Kft. Szombathely, Kálmán Tamás és családja Szalacsé, Lejter Herin, Kiskörös, Galambos László és a Borbarátkör, Polgárőr Egyesület, Luther Károly, Salombár, Miszori Otto és családja, valamint a Kovács Elektronika Nagybenyim. Köszönjük támogatásukat! Isten tartsa meg jó szokásukat, még sokáig erőben egészségben! A következő indulója Nagy János a Simon Tornyai Torna Klub versenyzője. Magyar Zoltán érkezett a célba 184,58 alapidőn belül verőhiba nélkül a második fordulóban is. Gratulálok! Amennyiben lesz még egy olyan versenyző, aki hibátlanul teljesített a pályára, köszöntjük a versenyzőt, az összevetés versenyszám első indulója, pálya kész, fogad starthoz. Magyar Zoltán felkészül, Horváth Rajmund, Gerői Tibor, Bányai Norbert, Kis Sándor, Besze Károly és Kotolák Tamás.
hajtás, 91,2 másodperc Magyar Zoltán eredménye. Horváth Rajmund a versenyszám következő indulója, felkészül Gerői Tibor, Bányai Norbert, Kis Sándor.